Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Ismét látogatható a Székesegyház, a látogatók számára megnyílt a bazilika. Holló király új előadással várja a nézőket a Bóbita Bábszínház. Pécsi állatkert, gyarapodott a Szavonna Cerkóv kolónia. Március 1-én ismét megnyílt a pécsi Székesegyház, igaz, egyelőre csupán a turisták előtt. A bazilikát a felújítási munkálatok miatt több hónapja lezárták. A munkával még nem végeztek, ám a torony biztonságosan megközelíthető és látogatható, és március végén a liturgikus eseményeket is megtartják. 2018 őszén kezdődött a pécsi Székesegyház felújítása, tavaly októberben pedig olyan szakaszba értek a munkálatok, hogy le kellett zárni az épületet. Akkor a fűtési rendszer megújítása miatt felvésték a padlót, a bútorzatot pedig restaurátorok vették kezelésbe. Idén március elején azonban ismét megnyíltak a kapuk, a turisták számára látogathatóvá válik a bazilika egy része. Nagyon várták a látogatók a Székesegyháznak a megnyitását. Tulajdonképpen, hogyha Pécsre érkezik egy turista vagy egy látogató, akkor az egyik központi eleme a városnak a Székesegyház. Így aztán március 1-én turisztikai szempontból a látogatók számára a Székesegyházat megnyitottuk. Jelenleg a nagy népszerűségnek örvendő délkeleti toronyba mehetnek fel a turisták, sem az oldalkápolnák, sem az altemplom nem üzemel még a megszokott módon. Sőt, a liturgikus eseményeket is más templomokban tartják egyelőre, hiszen a szakemberekre számos feladat vár. Folyamatban van azonban még rengeteg munka. Látható itt, hogy a déli mellékhajó beletáványozva, itt a festőrestaurátori munkák készülnek. A két csillár be van elványozva, ott az ötvös restaurátor dolgozik. A sekrestye és a Corpus Christi kápolna március 21-ére készül el. Ezek a szakrális helyiségek szükségesek ahhoz, hogy a szentmiséket ismét rendszeresen a pécsi Székesegyházban ünnepelhessék. Ötödik alkalommal hirdette meg a Zsolnai Örökségkezelő NKFT a Pécsi Zsolnai Fesztivál legjobban várt programját, a nemzetközi pénzjutalommal járó Zsolnai Light Art fényfestőversenyt. A korábbi évekhez hasonlóan a pécsi Székesegyház épületére kell megalkotniuk a világ legjobb fényművészeinek a mozgó, háromdimenziós videós fényalkotásokat, amelyekkel életre keltik a bazilikát, feledhetetlen látványt nyújtva. A 2020-as pécsi verseny témája Light Matter. Az első körös jelentkezés határideje 2020. április 5-e, majd a szakemberek két fordulón keresztül választják ki a legjobb 10 alkotást, amelyek bemutatkozhatnak a Zsolnai Fényfesztiválon. A verseny zsűrizését egy 5-tagú nemzetközi szakmai bizottság látja el. Új fejlesztésként idén a vetítési programba bekerülő alkotók pályázatonként automatikusan 1000-1000 eurót kapnak az elkészített alkotásokért, valamint szintén újítás, hogy a hivatalos zsűri egyetlen díjat oszt ki. Ezen felül a nézők által legjobbnak tartott alkotás nyeri el a közönség díjat. A Zsolnai Fényfesztivál idén július 2-a és 5-e között várja a fények szerelmeseit Pécsre. Közleményt adott ki a pécsi országos színházi találkozóról Bognár Szilvia, Pécs kultúráért felelős alpolgármestere. Ebben azt írja, mindent megtesznek azért, hogy idézem, szeretett fesztiválunk a városban maradjon. Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy a fesztivált szervező cég ügyvezetője Magyar Attila lemondott, a taggyűlés március 9-én hétfőn ül össze. Az önkormányzat az eddigi 30 millió forint mellett további 20 millió forintot biztosít a színházi találkozó lebonyolításához, ám még kérdéses az állami támogatás mértéke. Bognár Szilvia szerint a központi forrás időben történő megérkezése bizonyossá tenni a kulturális kormányzat elkötelezettségét a poszt mellett, ami minden bizonnyal biztonságot nyújtana a szervezőknek és megnyugvást a fesztivált szerető közönségnek. Március 7-én mutatja be a Bóbita Bábszínház a Holló király című mesét. Az egyetemes népmese kincsi jellegzetes típusa, az állatvőlegény és fiatal feleségének története már az ókori mítoszok között is megtalálható. A mesét feldolgozta Andersen és a francia Jean-François Baldé is. Most a bábszínpadon kell illetre a megátkozott Edward és Gerda fordulatos története.
Egy fiatal lány, egy titokzatos holló, beszélő tárgyak és 7 hosszú év. Ennyi idő alatt válthatja meg Gerda hollóvá változtatott szerelmét. De vajon sikerül-e neki? S mi történik, ha elbukik? A Bobita Báb Színház legújabb meséjében lesz bőven váratlan fordulat, izgalom, nevetés, és természetesen a boldog végkifejlet sem marad el. Ám addig számos próbát kell kiállniuk a főszereplőknek. Ez alapvetően egy párkapcsolati történet, rengeteg mesés, izgalmas elemmel, és szerintem ezek a történetek egészen kiskortól foglalkoztatják az embert. Nem véletlenül játszanak a gyerekek papás-mamást óvodában, és készülnek akár 4 éves koruktól az esküvőjükre. A Holló Királyban számos egyedi ötlettel, megoldással találkozhatnak a nézők. Az előadások szempontból inkább egy színházi produkcióra, mint egy bábszínházi darabra hasonlít. Szinte minimális a rendszeresen változó díszlet. Számos táncos betétet láthatunk, életre kell az asztalnemű, az egyik főszereplő báb nélkül játszik, a másik pedig néha egy hollóbábot mozgatva, máskor pedig emberként van jelen a színpadon. Alapvetően a hollóbáb az, amivel dolgozom. És akkor vannak pillanatok, amikor átalakul emberre, illetve a darab második felében, illetve a vége felé, ott pedig már emberként van jelen Edward. Gerdát, a mesebeli legkisebb lányt alakító színésznő báb nélkül játszik, ami szintén szokatlan egy bábszínházi előadáson. Nagyon fura volt először, amikor egymás szemébe néztünk, és rájöttem, hogy ja, hát mi azért nem szoktunk így játszani, hogy egymáshoz beszélünk, mindig van legalább egy vagy két egy-kettőnk között. Ez egy nagyon érdekes pillanat volt, meg az, hogy én a bábbal, tehát amikor én a hollóval kommunikálok, meg vele lépek interakcióba, az is nagyon fura volt eleinte, hogy egy madárral beszélgetek. Vagy akár egy gyertyatartóval, vagy ezüstkupával. A Holló Király bővelkedik a csodában, humorban, érzelmekben, és a végére az álhatatosság, a hűség, a kitartás és a szerelem elnyeri méltó jutalmát. A Holló Királyt március 7-től láthatja a közönség a Bóbita Báb Színházban. Hét szívem csak tiéd. Ugrik Dóra a Pécsi Balett alapító tagja és ügyvezetője, a Magyar Táncművészeti Egyetem címzetes tanára lett. A Kossuth és Liszt díjas táncművész 1991-től több mint 2 évtizeden át vezette a Pécsi Művészeti Gimnázium táncművészeti képzését, jelenleg a Pécsi Balett társulatában rendez. Ugrik Dóra neve összeforrt a Pécsi Balettel, hiszen ő az egyetlen az alapító tagok közül, aki még aktívan jelen van a társulat életében. Ügyvezetőként nem csak a társulatot menedzseli, hanem a most készülő Piroska és a Farkas című mesebalettet is rendezi. A számos korábbi kitüntetés után most a Magyar Táncművészeti Egyetem szenátusa is elismerte oktatói tevékenységét, és címzetes egyetemi tanár címet adományozott neki. Ez egy fantasztikus erkölcsi megbecsülés, mert az életemnek majdnem 10 évét ott töltöttem ezen a helyszínen, ami először úgy kezdődött, hogy Állami Balettintézet, meg lett belőle Táncművészeti Főiskola, és most már Táncművészeti Egyetem. Tulajdonképpen pedagógusként kaptuk ezeket a címeket. Dóra jelenleg sem pihen. A rendezői és ügyvezetői feladatok mellett a Táncművészeti Egyetem vizsgáin is részt vesz, valamint tavaly a népszerű 30Y zenekar klipjében láthattuk táncolni. Dóra ugyanúgy egy márka ma már a táncművészet palettáján, mint ahogy maga a Pécsi Balett is egy márka. Vallja Keveházi Gábor, aki a 2000-es évek elején a Pécsi Balett igazgatója volt. Jelenleg külföldi megbízásai mellett óraadóként tanít a Táncművészeti Egyetemen. Ő is részt vett az ünnepélyes oklevél átadáson. Nevelte egy generációt ott Pécset, akikből nagyon nagy művészek lettek, és nagyon jó gondolkodók lettek a művészetről, mert a Dóra nem csak az a fajta pedagógus, ő a igazi pedagógus. Tehát az a pedagógus, aki nem csak a lépést és a mozgást tanította meg a növendéknek, hanem megtanította gondolkodni, művészetben gondolkodni, átértékelni, vagy egy zeneművet, vagy hogyan néz rá egy festményre. És ezek a tanárok hiányoznak ma. Ugrik Dóra legújabb rendezését március 28-án láthatja a közönség a Zsolnai negyed E78 színpadán. Szavanna Cerkóv született a Pécsi állatkertben. A különleges majomfaj Magyarországon kizárólag Pécset tekinthető meg. A látogatók nagy örömére a kolónia legifjabb tagja már látható a kifutóban.
Február 25-én született a pécsi állatkert Szavanna Cerkov csapatának legfiatalabb tagja. A családtagok féltő gonddal óvják az apróságot, azonban többször előfordul, hogy az anyamajom a ketret közelébe ugrál és megmutatja a látogatóknak kicsinyét. Az állatkert munkatársai örültek a kisemlős érkezésének, hiszen ismét sikeresen gyarapodott a Magyarországon egyedülálló Cerkov csapat. Magyarországon csak nálunk látható ez a faj. Egy eléggé érdekes életmódú állatról van szó, hiszen a kölyöknek az apja, a csapatnak a vezére egyfajta felügyelő szerepet is ellát, és folyamatosan őrködik, még itt az állatkertben is, nehogy kis családját veszély fenyegesse. A jövevény egyelőre az anya mellkasára csimpaszkodva tölti mindennapjait. Pár hónap elteltével viszont már egyedül sétálgathat, vagy mászhat a kifutó terep tárgyain. Ekkor már a látogatók is alaposabban szemügyre vehetik a kis Cerkovot. A kis Szavanna Cerkov jelenleg sötét szürke színű. Csak nem fél év elteltével veszi fel azt a világos barnás színt, ami a kifejlett példányokra jellemző, ezzel jelezve a csoportnak, hogy ő már képes önállóan is gondoskodni magáról. A Pécs TV-t Baranya Bence Boton tudósította. Vezetékcsere miatt teljesen lezárják a Kórháztér Klimó György utcai csomópontot március 7-én és 8-án. A PTÁV munkatársai a kereszteződés alatti előregedett vezetékeket cserélik a hétvégén. A távhő szolgáltatás a munka teljes ideje alatt folyamatos lesz. És most sport. A magyar női kosárlabda kupában lépett pályára a Peac. A Pécset rendezett torna nyitómérkőzésén városunk csapata az MTK-t fogadta. A találkozó fordulatos játékot hozott, a vesztes egyből búcsúzott a tornától. A kupamérkőzésre a sérülésekből felépült vagy betegségekből kigyógyult Peac játékosok is csatlakoztak az aktív kerethez. A visszatérő kosarasok mostani teljesítményén látszott, hogy a kihagyás után nehéz volt visszarázódni a mérkőzések ritmusába. A Peac védekezésébe többször is hiba csúszott az első negyedben, az MTK viszont nem tudta ezeket maradéktalanul kihasználni. A második játékrészben hasonlóan kiegyenlített játékot láthattak a szurkolók. A mérkőzést Taisia Udodenko sérülése miatt kellett megszakítani, egy lepattanózás közbeni ütközésnél kapott komoly ütést az ukrán játékos, aki egyből elhagyta a pályát. A játékidő lepörgésének két pontos Peac vezetéssel 45-47-tel mehettek pihenőre a felek. A szünetről visszatérve az MTK rendezte a sorokat, az Udodenkóval újra kiegészült Peac védekezése pedig nem bírt lépést tartani a remek formában szereplő Alissa Jenkins-szel. Az utolsó negyedre komoly hátránnyal készülhettek a pécsiek, akik nem voltak képesek ledolgozni lemaradásukat. A találkozót 82-78-ra a budapestiek nyerték. Úgy látom, hogy ma bármit tehettünk volna, semmi se lett volna elég. Nem volt jó a védekezésünk, hagytuk, hogy könnyű kosarakat szerezzenek, emellett nagyon sok támadó lepattanót szedtek, hogy újra és újra dobhassanak. Mi pedig a könnyű helyzeteinket is elhibáztuk, így már esélyünk sem maradt a meccs megnyerésére. Keményebben kellett volna játszanunk, hogy megnehezítsük a dolgukat. A mérkőzés a Peac és az MTK harmadik szezonbéli összecsapása volt, ezek közül a Magyar Kupa találkozó volt a legfontosabb. Tudtuk, hogy ez egy nagyon kemény mérkőzés lesz, hogy már harmadik alkalommal találkoztunk a Peaccal, és annak ellenére, hogy két győztes mérkőzés volt előttünk, tudtuk, hogy ez lesz az eddig legnehezebb. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt a meccset, és szívünket, lelkünket beletettük. Úgy gondolom, hogy nagyon megérdemeltük, egész évben keményen dolgozunk, fantasztikus, amit ezek a lányok csinálnak, edzésről edzésre. Tegnap, amikor vacsoráztunk, leültünk két nagy körasztalhoz, és már ott lehetett érezni, hogy nagyon egybe vagyunk, nagyon jókat kacagtunk, és ezt a meccset ezt úgy vártuk, mint még semmelyiket a szezon során. A Peac számára ezzel a vereséggel véget ért az idei kupasorozat. Az MTK a következő fordulóban a bajnokságban bravúrosan teljesítő Sopron ellen lépett pályára. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Ismét látogatható a Székesegyház, a látogatók számára megnyílt a bazilika. Holló király új előadással várja nézőket a Bóbita Bábszínház. Pécsi állatkert, gyarapodott a Szavanna Cerkov kolónia.
Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, felhős idő lesz városunkban, csapadék már nem valószínű. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz, reggel 3, kora délután 11-12 fokot mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk, a felhő átvonulások mellett napsütéses időszakok is lesznek. Az északnyugati szél erős lesz, időnként viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet vasárnap reggel 4 fok körül alakul, napközben 9 fokra számíthatunk. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb, hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!